Szeretettel köszöntöm Kozák Lucát, és szívből gratulálok a Mandiner olvasói nézői nevében is az Európa-bajnoki ezüstérmethez, amelyet a száz női gát távján értél el Münchenben az Európa-bajnokságon. Történelmének nevezhető ez az ezüstérem, úgyhogy minden tekintetben gratulálok, de azt is mondhattam volna, hogy hazánk leggyorsabb vegyészhölgyének is szívből gratulálok. Erre majd kitérünk, mert azért ez egy érdekes kombináció, de hát először is ugye pár nap van most már mögöttünk, most már otthon vagy, Debrecenben, edzéskörnyezetben, azért is maradtunk a Zoom interjú formájánál, hogy ne szakítsunk ebből ki téged. Emészgeted még, vagy már megérhet benned a gondolat, hogy fantasztikus dolgot vittél véghez? Ja, hát köszönöm, köszönjük a gratulációt. Most már azért úgy nagyjából lebrepedett, nyilván az, hogy hazajöttem, volt egy két nap, amikor úgy volt időm gondolkozni, de még mindig rengeteg üzenetet kapok folyamatosan, úgyhogy azért még kicsit mindig hihetetlen, hogy ezt tényleg megcsináltam. Mondhatjuk, hogy most olyan emberek szemében is megszülettél atlétaként, akik esetleg eddig nem is figyelték az atlétikát, vagy a te teljesítményedet? Nyilván szerintem bármilyen világversenyről egy érem azért az eléggé nagy visszhangot kap, úgyhogy nyilván most az én önmagamat is többen megismerték, akik esetleg eddig annyira nem voltak jártasok az atlétikában, úgyhogy tényleg annyi tényleg idegen embertől is kaptam gratulációt, hogy nem győzöm őket válaszolni, és majd idővel mindenkihez el fogok jutni, azt megígérem. Hát ez nagyon rendes dolog, és egy bajnoknak feladata, ez is a feladata. De talán azt hiszem, amikor azt mondtad, hogy bármilyen világversenyről, ennek igazából talán az a jelentősége, hogy atlétikában, sprintszámban nem nagyon kényeztetett minket el az élet, természetesen ezt tudjuk jól. Mai Balázs ebben a tekintetben ugye egy új fejezetet nyitott a magyar atlétika történetében, és különösképpen ugye a gátfutók életében, de nőként te vagy igazából az első, akinek ez sikerült. Azért ennek a súlyát érzed-e? Igen, azért is sprintszámban elég nagy a konkurencia, és valahogy sosem sikerült úgy igazán oda kerülnie senkinek az elmúlt években Balázson kívül, és én ezt nem tudtam, hogy én még egyetlen az első női gátos, aki a 100 gát döntőjébe bejutott, és az meg nekem még megdöbbentőbb volt, hogy 50 éve volt az utolsó nem ügyességi számos női érem. Úgyhogy tényleg én azért remélem, hogy nem ez volt az utolsó érmem, és hogy még azért tudok egy kicsit így mindenkinek egy pár éremmel megörvendeztetni az embereket. Hát szerintem mindannyian nagyon várjuk ezt, beleértve téged is, és nyilván a mesteredet is, Suba Lászlót, aki azt nyilatkozta, és te magad is azt mondtad, hogy századok ugye még lehetnek ebben a futásban, ugye 12.69 most, amit megfutottál, és aztán újra be is állítottad ezt a csodálatos újországos csúcsot. Én meg olyan szakemberrel beszéltem, amikor rólad érdeklődtem, aki azt mondta, hogy szerinte a 12 és 5-össel kezdődő időben is van racionalitás. Hogy látod? Igen, azért vicces ez a sprinter szám, ez a 105-ös gátfutás, hiszen én először 2 éve döntöttem meg az országos csúcsot, akkor 12.71-et futottam, most 2 évvel később 19.69-et, tehát 2 év alatt 200-at sikerült javulnom, és nagyon fontos 200-at. Én is úgy érzem, hogy még van benne, főleg, hogy a két futásomat megnézzük, elsőnek nagyon jó volt az eleje, a másik nagyon jó volt a vége, úgyhogy ha itt összetesszük, akkor szerintem se lehetetlen az, hogy 12.60 elejét, 65-öt, és esetleg 60-on belül fussak. Nyilván azért egy 12.5-ös idő az már tényleg nagyon komoly időnek számít, akár nemzetközi szinten is, de én mindig szeretek tényleg szépen lépésről lépésre haladni. Most a következő az ugye 12.65, az ilyen kerekebb, nem kerek, de hogy kerekebb ugye a 70-en belül akartam futni, most akkor legyen 65. És én tényleg bízom benne, hogy azért összefogjon ez a pár század, de ehhez azért jó versenyek kellnek, jó mezőnnyel, jó időjárással, jó körülményekkel, úgyhogy ez nem feltétlenül csak rajtam és a formámon múlik. Igen, és hát ha azt mondtad, hogy sok minden elképzelhető, és hogy nincsenek lehetetlenek, hát te egy élő példa vagy erre, mert egy veled készült kis videónapló bejegyzésben azt hallottam, hogy egyébként utálsz futni. Tehát aki utál futni, és ezt tudja, az a bármi megtörténhet. Igen, ezt a futást, ezt tudom, hogy utálok futni, amikor tényleg csak futni kell, mondjuk egy 5 kilométert elvenni. Biztos, hogy soha magamtól nem.
de még ugye nekünk nagyon sok ilyen részszámos edzésünk vannak, mondjuk 120-150-200 méterek, azokat is utálom. Sprintelni szeretek, tehát arról van szó, hogy mondjuk egy vagy két tényleg igazán gyors futás, azt megcsinálom, de amikor ezek a hosszabb futások, na azt én teljesen nem. De hál' Istennek nem csak ebből áll a felkészülésem, és igaz, hogy szerves része a futás, és azt is tudom, hogy szükséges, tehát megcsinálom, viszont szerintem soha nem fogom megszeretni. A többi részét az edzésnek annál jobban szeretem. Ez fantasztikus, hogy ez így is megy. Gondolom, hogy mi lenne, ha szeretnéd? Tehát. Akkor boldogabb lennék egy-két edzés után. Jó, nyilvánvalóan azt tudjuk, hogy azért ezek az eredmények nem születnek úgy, hogy az ember minden nap mosolyjal jön le az edzőpályáról. Itt azért bele kell tényleg adni apait, anyait. Ugye indultál te azért nyilván gáton kívüli sprintszámban is, talán voltál országos bajnok is, úgyhogy van átjárás, vagy azért a gátban te annyival többet tudsz, hogy nincs értelme adott esetben akár a sprint számban, tehát a sima 100 női sprintben indulni. Szerintem, aki jó gáton, annak van egy nagyon jó síkformája. Nyilván kicsit, ha megnézed egy 100, egy sprintet, meg egy gátas, máshogy futunk, kicsit milyen, nem nyújtjuk el annyira a lépéseket, magasan a térd, így úgymond kicsit kisebbeket lépünk, de ahhoz, hogy valaki jót fusson 100-on, kell egy nagyon jó síkforma is hozzá. Nyilván szoktam itthon indulni 100-on, tavaly és tavaly előtt én voltam például az országos bajnokatávon, idén második lettem, de nyilván a gáta a főszám, és azért 100-on nincs annyira erős idő eredményem, hogy mondjuk én nemzetközi mezőnyben tényleg ott tudjak lenni a legjobbak között. Lehet, hogy tudnék gyorsabban futni, ha csak erre készülnék, de gáton azért jobb vagyok. És párszor indultam egy ilyen egynapos versenyeken, és volt olyan, hogy a versenynapján gáton indultam, és írt a menedzserem, hogy 100-on nem akarsz futni, mert van egy visszamondás, és voltam, hogy persze, miért ne. Szeretek amúgy sprintelni, tök jó azon is versenyezni, egy kicsit más, kicsit az én szempontomból könnyebb a szálon versenyezni, de a gát az első, és mindig is az lesz az első. Igen, és hát azt gondolom, hogy azért is talán, mert viszonylag hamar kiderült, hogy könnyen veszed a gátat. Tehát nem magában a gátfutásnak a technikája valahogy úgy naturálisan benned van. Igen, én ezzel nagyon meglepődtem, amikor a legelső gátas versenyemen elindultam, és így beértem a célba, hogy tudok gátazni, de jobban szerintem már csak Laci bácsi és a szüleim, akik pont megérkeztek így a futásomra, hogy eldődött a sarkisztor, ők lepődtek meg még jobban. De utána, amikor már rájöttem, hogy ez tök jó, meg buli, meg izgalmas, akkor onnantól kezdve már nagyon szívesen is csináltam, és tényleg azóta is én sokkal jobban szeretem a felkészülést, hogy izgalmasabb a versenyek is, sose lehet tudni, hogy mi lesz a vége, hiszen bárki bármikor hibázhat, van 10 gát, azt mindenek milyen újra kell oldani, úgyhogy én szeretem ezt a kis izgalmat megtartani. Szóval hoztad Laci bácsit, ugye Suba Lászlóról, mesteredről van szó, akivel ugye együtt készülsz tulajdonképpen 13 éves korod óta Debrecenben, és kitűnő igazolása ugye annak, amit meg cáfolata annak, amit általában mondani szoktak ugye a főváros centrikusságú sikerekről, de azt gondolom, hogy atlétikában amúgy is igaz az, hogy a vidéki műhelyek nagy bajnokokat képesek kinevelni, és úgy tűnik, hogy ez egy nagyon érdekes, egy nagyon jól működő szimbiózis köztetek. Igen, Acében előttem is volt egy tanítványai például, aki sokáig az országos csúcsra tartott a 100 méteren, Szabó Enikőnek volt az edzője 20 éves koráig, úgyhogy ki azért voltak mindig jó sportolói. Ő azt mondta, hogy valahogy sose adatott meg neki az, hogy elvigyen felnőtt pedig egy sportolót. Ugye régen sokkal jobban ment ez a főváros központosága, mint most. És valahogy vagy egyetemre mentek, vagy dolgozni, sose volt az, hogy tényleg végig tudta vinni. És velem meg nyilván szerencséje volt, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és nyilván nekem is nagyon nagy szerencsém volt, hogy 13 évesen hozzákerültem, mert lehet más edzőnél másfél alakult volna a karrierem, úgyhogy mi szépen közösen építettük ezt a kis karriert, együtt nőttünk fel, ő is formált engem, én is őt, úgyhogy tényleg ez egy ilyen nagyon jó kis partneri kapcsolat, ami köztünk van, és mindent megbeszélünk, tényleg olyan, mintha a második apukám lenne, olyan, mintha gyereke lennék neki, ismerjük egymás családját, úgyhogy tényleg ez nagyon jól tud szerencsére együtt működni.
miközben hál' Istennek egy nagyon szép, nagy és nagyon odaadó családod van, arra nagy hangsúlyt megtetsz, hogy ennek a fontossága tulajdonképpen részben a te sikereid kulcsa is. Ráadásul azt hallottam pont éppen Laci bácsitól, hogy ebben a nagy családban még kutyának is jó nálatok lenni, ugye? Igen, ő mindig azt mondja, hogy következő életében hozzák, akiknek kutya szeretne lenni. Hát szeretjük őket, szeretjük az állatokat, jól vannak nálunk tartva, úgyhogy... De már itt tartunk. Hogy van ez, hogy itt rockák, meg szürkmarkák, meg mindenféle dolgokat? Tehát hol élsz te a pároddal tulajdonképpen? Érdemes elmondani, hogy van szó, aki maga is még igen. Én azt hozzá kell tenni, hogy én most jelenleg nála vagyok Veszprémben, tehát nem Debrecenben vagyunk. Én Debrecenben vagyok, ő Veszprémben, amikor tudjuk, akkor együtt. De otthon Debrecenben anyáiknak azért van egy jó pár állata, egy nagyobb ilyen kis farm, birtok, nevezzük bárminek. Elég nagy kell lenni, mert tényleg elég széles. És hogy mondjam, állatsereknek mozdulhatunk. Igen, tehát igen, ott vannak kecskék, birkák, bocik, nyilván kutyák, meg baromfik. Úgyhogy igen, ez nekik ilyen kicsit több, mint hobbi ez az állattartás, de tényleg már egy jó, hát lassan szerintem 10 éve, vagy van egy-két állatka, amit otthon tartunk, tartanak. 1000 szállal kötődsz akkor Debrecenhez, ugye ezt mondhatjuk? Én teljesen ott születtem, világegyetemben ott éltem, ott edzek, úgyhogy oda jártam gimnáziumba, később egyetemre, úgyhogy én teljesen Debrecennek mondom magamat. Köszönöm is, hogy szóba hoztad az egyetemet. Bemutatásnál azt mondtam, hogy hazánk legjobb egész hölgye, és ezt nem lehet megcáfolni, ez így van. Az a dolog, hogy valaki egy tokiói olimpiai felkészülés évében, mint egy tavaly történt, lediplomázzon. Tehát ez a fajta párhuzamosság, sokszor még az érettségi is egy elég nehéz kihívás egy olimpiai évben, de úgy tűnik, hogy te ezeket így, hát hogy úgy mondjam, könnyedén. Miért van ez számodra valóban, hogy egy teljesen más úton, tehát mondjam, egy vegyész diploma nyilván egy teljesen más érdeklődési kör. Igen, én mindig is azért ilyen reálnos barátottságú voltam, tehát hogy ez matek, és akkor már jött a kémia. És akkor, amikor ugye ott volt a érettségi, akkor matek, kémia, amit lehet fel csinálni, akkor próbáljuk meg ezt a vegyészetet. Nyilván, amikor én elkezdtem, azért még kicsit a tanulás volt előrébb, utána szépen lassan így átfordult az egész, és a sport mellett csináltam az egyetemet, tehát volt nekem passzív fél éven meg hasonlók, úgyhogy végül tavaly jutottam el, de pont így a Covid időszakban értem a szakdogámat, utána meg pont akkor csináltam meg az államvizsgát, hogy akkor elvégeztem, és ezt a fejezetet így lezártam magamba, hogy megcsináltam. Nem mondom azt, hogy én feltétlenül ebbe látom magamat a sport utáni karrieremben, hogy a diplomámmal fogok elhelyezkedni, de tényleg azért szerintem jó, hogy van egy B-terv, amit bármikor el tudok menni, és el tudok benne helyezkedni. Abszolút így van, és hát tényleg mondhatjuk, hogy a sportszakmai karriered most szökken szárba igazán. Gyakorlatilag az egyik csúcspontját elérted, reméljük még van több tovább. De azért egy vegyész diploma, hogy mondod, ez azért jó farzs ebben, nem? Igen, és én nagyon vicces, hogy amikor én mondom, hogy vegyész vagyok, akkor mindenki, ugye hát a kémia szerintem az emberek nagy részének egy ilyen mumusként van meg, hogy úristen, ez biztos nagyon nehéz. Isten, kovalás, kötés és társ. Igen, és akkor, hogy ez a te biztos, akkor nagyon-nagyon-nagyon okos vagy, és igazom meg az emberekkel, és mindenki arra számít, hogy mondom, hogy akkor biztos, hogy valami sporthoz kapcsolódó diplomám, és mondom, nem, én vegyészként végeztem, és akkor ezért meg szoktak lepődni, hogy dehogy, de igen. De nincs akkor jelen pillanatban hosszabb távú terv, mint hogy egy Nincsen. Viszont abban hallottam egy nagyon bátor tervet, hogy 4 gyerek? Nyilván nem most, de... Nem, hát mi 3 vagyunk testvérek amúgy kiskor különbséggel, és szerintem nagyon jó, hogy ilyen nagy, ilyen kicsit olaszos, hangos család vagyunk amúgy, még mind a mai napig, tehát hogy ez szerintem nem múlik el. Úgyhogy én mindig úgy láttam magamat a jövőben, hogy jó sok gyerekkel. Nyilván fiatal anyukaként, ami most lehet, hogy a sport miatt nem leszek annyira nagyon fiatal, mint ahogy még gyerekként terveztem, de hogy tényleg ilyen sok gyerekkel láttam magamat, és akkor én ezt nyilván közöltem Bencével, hogy én sok gyereket szeretnénk, aztán mondta, hogy hát 2 dolgot szokott mondani, hogy jó, azt nekem kell megszólni, és a másik meg azt mondja, hogy 2 után meglátjuk, úgyhogy egy dolog, hogy ezt én így tervezem, meg amit fog hozni, ez egy másik dolog, de az biztos, hogy én egy szép nagy családot látok így magunknak a jövőben. Szuper. Ugye Pásztor Bencéről van szó. Igen.
Nyilván nehéz, ugye így azért a kézzel két laki élet, és nyilván egyfelől meg könnyű, ugye élsportolóknak, hogy mondjam, egymás életét egy kicsikét más szemszögből figyelni, segíteni, bátorítani, mennyire egyáltalán nem tudom, ő volt az első, akit felhívtál? Kit hívtál fel először Münchenből? Hát mire én kiértem ott az összes interjú és még zónából, az már azóta eltelt egy jó pár idő. Az első ember, akit megláttam, hogy anyukám volt, nem tudom, hogy, de neki is ott voltak a helyszínen, és sikerült lejönnie teljesen oda az első sorba. Úgyhogy vele már találkoztam ott, és utána, amikor kiértem, hogy értelműen ő volt az első, akit felhívtam, már utána már, mert kiértem, már nyilván írt nekem, azt mondta, hogy soha nem szurkol, nem izgult még ennyire futásom előtt. Ő volt az első, utána meg Lacibát hívtam fel, hogy hol van, mert vele nem sikerült találkoznom ott a pályán. De igen, ezért ez, hát így háromikat szoktam felhívni, Lacibát, Bencét meg anyukámat így verseny után. Kitárgyaljuk, megnézzük, hogy milyen volt, és most mivel ő nem volt ott, őt hívtam fel először. Na most azt mondta, hogy ő nagyon izgult, én viszont azt olvastam, hogy te nagyon nyugodtan keltél fel az napon. Én az egész EB-re úgy mentem ki, hogy ez a teljes nyugodtság, hogy lesz, ami lesz, megnézzük, én tudom, hogy mire vagyok képes, össze fog jönni azt, amit így elterveztem, és tényleg semmi idegeskedés, semmi izgulás. Amúgy sem vagyok egy nagyon ilyen izgulós, ráparázós a versenyekre, de most még annyi sem volt, mint ami szokott lenni. Úgy keltem fel, hogy ez egy jó nap lesz, nagyon jól melegítettem, a középdöntőbe tényleg nekem úgy kell tudálnom, hogy az első két hely egyikét meg kell szereznem. Ott egy meglepően könnyű futással egy új egyéni csúcs, új országos csúcsot futottam, és onnantól kezdve meg a legkönnyebb dolgom volt a tálni a döntőbe, amikor már tudtam, hogy jó formában vagyok, akkor ugyanezt meg kell csinálni. Na jó, de azért ez egy magyar közönség előtt, mondjuk jövőre a világbajnokságon. Aztán még jobb és még izgalmasabb lesz, hiszen most is azért párszor voltam kint a stadionban, nem sokszor volt rá lehetőségem, de azért hallottam, hogy a német sportolók mekkora üdvivalgást kaptak, és mennyivel nagyobb tapsot, de ezt már egy kicsiben, mondjuk a Gyulai Memoriálon, és ezért meg lehet tapasztalni, hogy például idén a volt világcsúcstartó mellett futottam, és én nagyobb tapsot kaptam, mint ő. Úgyhogy ezért ez egy hatalmas nagy löket, és egy nagyon jó érzést tud lenni, amikor tényleg az ember érzi, hogy tényleg neki szurkolnak, és tényleg örülnek, hogy ő ott van. Ez abszolút így van, Lusza, és hát ugye a másik óriási dolog, hogy egy olyan volumenű sportrendezvényre, sporteseményre készülhettek ugye atlétatársaitokkal együtt, amilyen még nem volt Magyarországon. Atlétikai világbajnokság már a sporták méretéből adódóan is, tényleg a világ második, harmadik, attól függ, honnan nézzük, legnagyobb sporteseményének számít, magyar közönség előtt. Nem tudom, hogy egyáltalán kell ezt mondanom, nyilván ti tudjátok ezt, akarsz ennek a részével, mondjuk így a súlyával foglalkozni, vagy tudsz, és akarsz egyáltalán egy ilyen szakmai szemellenzővel készülni? Én teljesen úgy készülök a jövő évre, mint bármelyik másik versenyre. Én nem szeretnék ezért nagyobb terhet magamra tenni, hogy itthon kell versenyezni. Nekem a legelső világbajnokságom az Londonban volt, és ez nekem egy olyan, hát ilyen lesokkoló élmény volt, hogy reggel mentem ki 10 órás futásra, és 50 000 stadion tele volt. És valószínűleg itthon is ez lesz az élmény lesz, úgyhogy ezt amúgy meg kell tapasztalni és meg kell tanulni, hiszen el tudja vonni elég könnyen az ember figyelmét, hogy kimegy, és hogy úristen, itt ennyi ember csak engem néz. Úgyhogy én tényleg úgy készülök, mint bármelyik másik versenyre, viszont nagyon örülök, hogy tényleg itthon lesz, és már csak azért is, hogy most is kint volt a családom, de hogy olyan barátaim, olyan családtagok is ki tudnak jönni, akik mondjuk külföldre nem, és tényleg a részesei lehetnek ennek az egésznek, és én is örülök neki, hogy velük ezt megoszthatom, ezt a hatalmas nagy élményt. És hát ugye úgy tűnik, hogy azért most a három EB éremmel, ami megszületett, fantasztikus volt tényleg látni a magyar csapat szereplését. Nyilván a magyar közönség is másképp fog fókuszálni majd rátok. Tényleg előléptek egy olyan státuszba, azt gondolom, ami nyilván mindig is egy vágyott dolog volt. Bármilyen megfogalmazható cél elő a világbajnokságra lehet-e? Ezt időben kell-e időeredményben megfogalmazni, vagy előtt esetben döntőben, vagy bármi egyébben? Igen, azért azt a magyar közönségnek el kell fogadnia, hogy azért annyi érem szerintem magyar szempontból nem lesz a VB, mint mondjuk egy vizes világbajnokságon, hiszen
például szabadtéri világbajnokunk még nem is volt. Úgyhogy már egy-egy döntés helyzet is. Nagyon már. Igen, ezt tudom, elhiszem. Úgyhogy már egy-egy tényleg döntős helyezés is hatalmas nagy eredmény tud lenni, hiszen annyira nagy a konkurencia így az egész világban, hogy nagyon nehéz tényleg oda kerülni a legeslegjobbak közé. Én elsősorban így a saját szempontból inkább időeredményt szeretném megfogalmazni, hiszen idén gymmel a világbajnokságon egy iszonyatosan erős női mezőny volt, és így csak kapottam a fejet, amikor reggel felkeltem és néztem, hogy milyen eredmények születtek. Úgyhogy én elsősorban így magamhoz szeretném majd így viszonyítani az eredményemet. Én, hogyha jövőre a világbajnokságon ugyanígy meg tudom dönteni az egyéni csúcsomat, akkor szerintem én jól teljesítettem. Azt, hogy ez mire lesz elég, az egy teljesen másik kérdés, az nem feltétlenül rajtam fog múlni, hiszen tényleg itt én 12-50 kellett a döntőhöz, és soha nem volt még ennyire erős a mezőny. Például 2019-ben Dohában 12-66 elég volt, előtte 17-ben Londonban meg 86 kellett hozzá, tehát hogy valami bődletes nagy javulás volt itt az elmúlt 2-3 évben. Úgyhogy inkább én tényleg magamhoz szeretném viszonyítani az eredményeket, és minél jobb eredményt elérni, de nyilván az a fő cél, hogy döntőbe jussak, hiszen az egész karrierem az egyik nagy cél az, hogy olimpián vagy világbajnokságon döntő. És azért szerintem egy jó futással döntő közelébe lehet kerülni. Hát igen, ez valóban így van, és én csak azt kívánom, hogy a veled kapcsolatban ugye, hogy mondjam, szakmai szemmel értékelők akár jóslatai is bekövetkezhessenek, ez a 12-5 valamennyi. Az nagyon jó lenne. Ott legyen, az már valóban mindenképpen döntő szagú lehet, de nem is kívánhatok más, mint hogy az a kiegyensúlyozottság, ami sugárzik belőled, az megmaradjon, és ilyen örömödet lehet abban, amit csinálsz, mert hiszen látszik, hogy ez egy örömfutás volt Münchenben, aminek fantasztikus gyümölcse lett, egy történelmi ezüstérem, amihez még egyszer szívből gratulálok. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!